So, hi. Megkértem az Edinát, hogy majd olvassa fel az igét, így fogjuk kezdeni. Nyissuk ki az 1 Mózes 23-nál a Bibliát. Okay, so please turn to Genesis chapter 23, and I'm going to read it out in Hungarian. Jól csinálta a Fila bejelentéseket, szerintem így cserélődnek a szerepek. Edina nem sokára a dobok mögé fog ülni. Na, úgyhogy... Igen, na, 1 Mózes 23-nál nyissuk ki a Bibliát, és felolvassuk, és utána mondom a többit. Okay, so please turn to Genesis chapter 23, and I'm going to read the whole chapter in Hungarian. Sára 127 esztendeig élt, ennyi volt Sára életkora. Amikor meghalt Sára Kánaán földjén, Kirját Arbában, azaz Hebronban, Ábrahám bement Sárához, hogy meggyászolja és elsirassa őt. Majd földkelt Ábrahám a halottja mellől, és így szólt a hettitákhoz. Jövevény és idegen vagyok közöttetek, adjatok nekem sírhelynek való birtokot nálatok, hogy oda temethessem halottamat. A hettiták ezt felelték Ábrahámnak. Hallgass meg bennünket, Urunk, Istentől való fejedelem vagy te közöttünk. A legszebb sírhelyünkön temesd el halottadat. Senki sem akadályoz meg közülünk, hogy az ő sírhelyére temesd halottadat. Ekkor fölkelt Ábrahám, meghajolt a föld tulajdonosai a hettiták előtt, és így szólt hozzájuk, ha igazán azt akarjátok, hogy eltemessem halottamat, hallgassatok meg engem, és bírjátok rá Efront, Cóhar fiát, hogy adja nekem a Makpélai barlangját, amely a szántóföldje végén van. Teljes értékéért adja el, hogy legyen sírhelynek való birtokom köztetek. Efron is ott ült a hettiták között. Ez a hettita Efron így szólt Ábrahámhoz a hettitáknak, és mindazoknak a füle hallatára, akik a város kapujában összejöttek. Nem, uram, hallgass meg engem, neked adom azt a szántóföldet a rajta levő barlanggal együtt. Népem fiainak a szeme láttára adom azt neked. Temesd el halottadat. Ábrahám meghajolt a föld tulajdonosa előtt, és így szólt Efronhoz a föld tulajdonosainak a füle haladtára. Hallgass mégis rám, megadom a szántóföld árát, fogadd el tőlem, azután oda temetem halottamat. De Efron így felelt Ábrahámnak, hallgass rám, uram, 400 ezüst sekelt ér ez a föld, mit számítasz közöttünk? Temesd csak el halottadat. Ábrahám engedett Efronnak, és kimért Ábrahám Efronnak annyi ezüstöt, amennyit mondott a hettiták füle hallatára, a kereskedelmi forgalomban használt 400 ezüst sekelt. Így ment át Efron Makpélai szántóföldje, amely Mamréval szemben van, a szántóföld a barlanggal együtt, és minden fa a szántóföld egész határán körös körül. Ábrahám birtokába, a hettitáknak és mindazoknak a szeme láttára, akik a város kapujában összejöttek. Azután eltemette Ábrahám a feleségét Sárát a Makpélai szántóföld barlangjában, Mamréval szemben. Ez ma Hebron, Kánaán földjén. Így került Ábrahám birtokába sírhelyül a hettitáknak ez a szántóföldje a rajta levő barlanggal együtt. Köszönjük szépen. Na, szóval érdekes fejezet az 1 Mózes 23. Azt írja a Biblia, hogy a teljes írás Istentől ihletett és hasznos sok dologra, tanításra, feddésre, megjobbításra, igazságban nevelésre, és szerintem ez így hatványozottan érvényes arra, azokra az esetekre, amikor az ember mondjuk egy olyan fejezettel találkozik a Bibliában, amiben elsőre mondjuk nem talál üzenetet, vagy olyan mondani valót, ami közvetlenül hozzászól. Tehát egy Zsoltára biztos, hogy könnyebben azonosul az ember, mint mondjuk egy énekerésszel. Gondolkoztam is, amikor készültem, hogy mi lenne, ha inkább hoznék egy Zsoltárt, és nem ezt. De aztán így meggyőződtem, hogy jó lesz ez. Na, mit mond ez a fejezet? Mi az, amit olvashatunk benne? Ez a fejezet elmondja Sárának, Ábrahám felesége életének a végét. És tudjuk a Bibliából azt, hogy az emberek életének a kezdete és a vége Istennél van. Ez Dávid azt mondja az egyik Zsoltárában, hogy úgy fogalmaz, hogy mintha egy könyve lenne Istennél, így mondja, hogy a könyvedben minden meg volt írva, a napok is, amiket nekem szántál, bár még egy sem volt meg belőlük. Ez egy érdekes megközelítés, de tudjuk ezt, hogy Isten, így ő az, akinek a kezében van az emberek életének a kezdet és a vége. Na most
A számokkal kapcsolatban, ugye Sárával kapcsolatban tudjuk, hogy 127 éves volt, amikor meghalt. Na most, amikor Izsák született, akire sokat várt, akkor 90 éves volt, Ábrahám meg 100 volt. Na most, ha Sára most 127, Ábrahám 137. Lehet, hogy hihetetlenül hangzanak ezek a számok, hogy 137 évig élni, az milyen biztos, hogy ez hiteles, meg így van. Na most meg tudom, hogy lehet, hogy meglepően hangzik, de ha visszafele lapozgatunk a Bibliában, még sokkal többet is éltek az ilyesmi év számoknál. Sokkal többet éltek, különösen az özönvíz előtt. Hogyha odalapozol, ott bőven többet éltek. Na most ennek ellenére világos a Bibliából, hogy Ábrahám és Sára idősnek számított, ugye ebben a korban, amikor a gyerekük lett, és erről mindjárt még beszélünk. Tehát Sára meghal, a halál eseteknek van egy olyan hatása, bárkiről van szó, bármilyen körülmények között történik, bármikor, hogy ez egy megrázó dolog, minél közelebb áll az emberhez érzelmileg az adott személy, annál inkább megrázó megtapasztalás ez. Na most ez sok gondolatot el tud indítani az emberben. Mit értek ez alatt? Azt, hogy az ilyen helyzetek alkalmasak arra, hogy komolyabban eszünkbe juttassák az örökkévalóságnak a tényét, amit a rohanó életünkben nagyon nehezen tudunk belefoglalni. Egyszerűen néha úgy érezzük, hogy szinte lehetetlen. Nem tudunk úgy, hogy mondjam, olyan éles látással élni hitbe, amennyire szeretnénk, és gyakran ezt tapasztaljuk. Én hiszem azt, hogy Isten szeretne nekünk adni ilyen dolgokat. Amikor valakinek így véget ér az élete, az mindenképp egy ilyen összegzésnek és az emlékezésnek a helye. És a mai alkalmon azt szeretném csinálni, hogy először szeretném összegezni Sárának az életét, és aztán pedig megnézzük Ábrahámnak az intézkedéseit, hogy mit tett pontosan azért itt a temetéssel kapcsolatban, hogy elrendezze a dolgokat. És a végén pedig meg fogjuk beszélni azt, hogy mi az, amit mi tanulhatunk ebből, mi az, amit leszűrhetünk, mint üzenetet Istentől. Kezdjük ezzel, hogy Sára életének az összefoglalása. Tehát most itt ér véget az élete, 127 évesen, hogyan tudjuk összefoglalni az ő életét. Az első dolog, azt csináltam, képzeljétek el, amikor készültem, hogy próbáltam elfelejteni mindent, amit tudok a Sárával kapcsolatban, és csak egybe elolvastam az egész sztorit, ahol ő szerepel, Ábrahámtól kezdve, ahol elhívta Isten, és így próbáltam csak a nagy képet nézni. Az első dolog, amit láttam, amit szerintem el lehet szűrni Sárának az életéből, az az, hogy Isten folyamatos kezdeményező áldása kísérte az életüket Ábrahámmal. Hogy indult ez? Egyszer csak Isten odalépett Ábrahámhoz, és azt mondta, Ábrahám, akkor még Abrám, indulj el ki a földedről, az ismert dolgokból, és menjél el, arra a helyre menjél, amit én mutatok neked. És úgy mondja egyébként a zsidókhoz írt levél, hogy Ábrám elindult, nem tudva hova megy. Ez egy érdekes gondolat. Na most azt vettem észre, hogy Isten ugye újra és újra visszamegy Ábrahámhoz, meg Sárához, és megismétli nekik az ígéreteket. Megint oda megy, és megint elmondja. És megint elmondja, hogy szinte üldözi Isten áldása az életüket. Ez volt a kiindulás, hogy azért mentek el, mert egy hatalmas ígéretet kaptak. Ennek ő is a részese volt. Tehát ugye Sáráról egyébként azt mondja a Péter levele, 1 Péter 3-ban, hogy ő engedelmes volt a férjének, meg egyébként itt a 18-as fejezet az 1 Mózesben azt mondja, hogy Isten tudja róla azt, hogy ő azokat a rendelkezéseket, amiket ad neki, átadja a családjának. Na most, menj ki a földedről, arra a helyre, amit én mutatok, nagy népé teszlek, megáldalak, megsokasítalak, annyi utódod lesz, mint égen a csillag, meg a tengerparton a homok. Érdekes, tehát ez nagy ígéret volt, mégis ugye hitet igényelt, hogy elinduljon. Na most ennek ugye Sára is része volt. Többször olvastuk Ábrahámról, hogy oltárt épített az Úrnak, és
ez nagyon fontos, hogy segítségül hívta az Úr nevét, tehát hogy Isten szólt, ő elhívta, megszólította, ő pedig reagált. Oltárt épített, és segítségül hívta az Úrnak a nevét. Tehát ez volt a kiinduló pont Sárával kapcsolatban, hogy Isten, ez a furcsa szó, de így használom, hogy ilyen üldöző áldása kísérte őket. Ez a kezdeményező áldása Istentől. Na most kiemelném még azt, hogy Isten egyszerűen annyit mondott el nekik, hogy nagy nép lesznek, sok utódjuk lesz, és mint a, igen, a csillag, meg ilyenek. Azt Isten nem mondta el, hogy ez hogyan lesz, meg hogy mennyire nehéz lesz. Tehát ez szerintem egy jó tanulnivaló, hogy mi szeretünk nagy ígéreteket kapni, vagy akár mondani, de azt, amivel jár, azt néha sokkal nehezebb vállalni. Tehát úgy érzi az ember, hogy ó, igen, Isten elhív engem, és ez így fog kinézni, és mi rögtön azonnal megírjuk a sztorit, hogy ez hogy kéne megtörténjen. Ha te lettél volna Ábrahám vagy Sára, és neked ennyit mondanak, hogy nagy nép leszel, meg nem tudom, hogy képzelnéd el? Hát biztos, hogy nem úgy képzeljük el, hogy még egy pár évtizedet akkor várhatunk ezzel, és mikor már teljesen elkeseredek, akkor lehet, hogy meg is lesz. Mi egész máshogy képzik, mint ahogy Isten csinálja. Na most ez az első dolog, hogy Isten kezdeményező áldása kísérte az életét, vagy az életüket. Én hiszem, hogy Isten ma is ezt csinálja, jön és megszólít, és megáld. Mi csak kapkodjuk a fejünket, hogy milyen jó az Úr, és mennyire kijön ebbe az ő jósága. És tényleg, egy új szövetségi kontextusban is, Isten odaadta Jézust, aki elhordozta a bűneinket, és csak jön, és jön a bűneink bocsánatával, és ezt akarja nekünk adni, és a helyreállítást. És ez tényleg csodálatos. Mi a következő dolog, amit el tudunk mondani Sáráról? Az, hogy emberileg teljesen lehetetlen helyzetben kapott ígéretet Istentől. A Biblia nagyon világosan fogalmaz, hogy ők nem tudom, ilyen különböző olyan egészséges életet éltek, hogy valójában öregkorukban is nem történt meg annyira az öregedés. Nem erről volt szó, hanem úgy mondja a Biblia, hogy Sáránál már megszűnt a női életfolyamat, nem lehetett terhes, tehát hogy ez egy teljesen lehetetlen dolog volt. Ebben a helyzetben kapta az ígéretet. Azt nem tudom, tudjátok-e, hogy Ábrahám 75 éves volt, amikor elhívta Isten. Ábrahám és Sára között 10 év van. Tehát Ábrahám 75, Sára 65, épp betöltötte a nyugdíjkorhatárt. Ez egy tökéletes időpont arra, hogy elinduljon, nem tudva, hova megy. Na most 75 volt Ábrahám, 65 Sára. Na most, mikor Ábrahám 99 éves, akkor még megint oda jön Isten megígérni, hogy egyébként lesz fiad. Tehát azért ez sok idő. Tehát összerakjuk a számokat, és nagyon sok idő. És hát óriási hitpróbát tudnak ezek eredményezni. Egyébként összeszámoltam, legalább 5-ször, 6-szor, lehet, hogy 7-szer is jött Isten és mondta ezeket az ígéreteket, és egy idő után már közvetlenül Sárának mondta, neked lesz fiad. És így ő személyesen ő lett megcímezve ezzel az üzenettel. Emberi lehetetlen helyzetben. A következő, amit elmondhatunk róla, hogy nem tudta elhinni Isten ígéreteit, vagy Isten ígéretét. Annyira hihetetlen volt számára, volt, amikor azt olvastuk róla, ugye, hogy csak nevetett, meg nem, egyszerűen nem tudta elhinni, meg ugye olvastuk azt is róla, hogy kitalálta, hogy mi lenne akkor, hogyha mégis lenne gyerekük, csak úgy, hogy Ábrahámhoz hozzáadja az egyiptomi szolgálót, Hágárt, és akkor végül is így is lehetne utódjuk. Ez az ő ötlete volt, tehát itt nála ezt is meg kell említeni. És meg is született Izmáel, de úgy tűnik, hogy Istent ez nem nagyon zavarta, hanem újra az eredeti tervvel jött elő. Ez, amit addig is mondott. Tehát nem ahogy ők így elrontottak, hanem azt mondja, hogy ez úgy fog tovább menni, ahogy én kitaláltam. Ugye, mikor ötödszörre sokat szorjon oda Isten, akkor olvassuk azt, hogy mindkettőjüknek személyesen megígéri, Sárának is külön, tehát nagyon, nagyon világos volt Isten. Se Ábrahám, se Sára nem tudta elhinni. Azt mondja Ábrahám, de uram, 100 éves embernek
szokott gyereke lenni? Tehát visszakérdezett Istennek. Sáráról pedig úgy olvassuk, hogy nevetett, és mikor szembesítették, hogy miért nevetett, azt mondja, hogy nem nevette, mert félt. Szóval ezek nagyon érdekes dolgok. Egyébként felvetődik bennem, hogy lehet, hogy Isten akarna annyira, tehát olyan dolgokat tenni, amiket mi nem is tudunk elképzelni, sőt, hogyha följönne, akkor nevetnénk szinte, hogy ez ilyen nem történik. Tanuld meg, hogy nem így működik. És mintha Ábrahám Istent akarta volna kioktatni, de Uram, ez nem így megy. Nem, 100 évesen nincs ilyen. Tehát látjuk a kételkedést. A következő, amit elmondhatunk róla Sára életében, az az, hogy a Biblia azt mondja, hogy Sára később mégis hitt. Tehát, hogy nem ez volt a vége a dolgnak, hanem ő mégis hitt. Olvassuk a zsidókhoz írt levél 11:11 és 12-t olvasom, így hangzik. Hit által nyert erőt Sára is az ő méhében való foganásra, és életkora ellenére szült, mint hogy hűnek tartotta azt, aki az ígéretet tette. Azért is egytől mégpedig, mint egy kihaltól annyian származnak, mint az égnek a csillagai sokasságra nézve, és mint a tengerpartja mellett a föveny, mely megszámlálhatatlan. Tehát a Biblia ebben is világos, hogy Sára hitt. Tehát először nem hitt, és aztán mégis hitt. Tehát nem csak Ábrahámról olvassuk ezt, hanem Sáráról is. A következő, amit elmondhatunk róla, az az, hogy ugye a nagy híres sztori megtapasztalta Isten csodáját, és teherbe esett, és megszülte Izsákot. Nyilvánvalóan tudjuk az igéből, hogy Isten a csodák Istene. Ez teljesen világos, ezt mindenki tudja elméletben. Isten képes bármilyen korlátot áttörni, bármilyen helyzetet megoldani, reménytelen helyzeteket megváltoztatni. Itt is ez történt. Van egy felvetésem. Hányan vagytok úgy, hogy ígértétek már azt Istennek, hogy Uram, ha ezt a helyzetet most megoldod, akkor nem tudom kifejezni, mennyire örökké hálás leszek, nem fogok többet kételkedni, és hogy úgy érzed, hogy ez az egy tégla az épületbe hiányzik a legvégső, és ha azt Isten ott helyre rakná, akkor nem tudom, akkor már minden tökéletes lenne, és akkor hajlamosak vagyunk megígérni Istennek dolgokat, vagy úgy érezni, hogy már csak ez az egy dolog legyen meg. Ugye most nem kell fölemelni a kezünket, hogy ki ígérte, de szerintem hajlamosak vagyunk erre, hogy egyszerűen, Uram, ha ezt megadnád nekem, csak ezt. És lehet, hogy visszaemlékezel, hogy mondjuk hányszor mondtál ilyet, vagy hány esetben. Na most, ez egy nagyon érdekes plusz információt szeretnék mondani, így Sára életéről a végére. Most figyeljetek. És ez a fejezet elárulja, hogy Sára haláláig se Izsáknak nem volt férje, se nekik földjük. Vagy bocsánat, felesége, így van, az... Értitek, hogy akartam. Tehát se Izsáknak nem volt felesége, se földjük nem volt. Bocsánat. Tehát ez mit jelent? Azt jelenti, hogy annak ellenére, hogy megtörtént a hatalmas csoda, és lett gyerekük, Izsák megszületett, de hány év is telt el azóta? Igen, 37, 90 volt, mikor szülte, 127 most, 37 éves Izsák, és nincsen felesége, és földjük sincs, tehát végül is, igen, Izsák megvan, de a föld, meg minden, ami meg volt ígérve, az mégse nagyon valósul meg. És itt újabb nehézségek jönnek valószínűleg, hogy igen, addig azért imádkozott, vagy abban reménykedett, hogy egyszer talán lesz fia, mikor van fia, akkor jön a következő akadály, hogy hát igazából most meg a többi dolog nem valósul meg az ígéretből. És mondom még egyszer, hogy amikor így picit talán felelőtlenül, vagy nem fölmérve a helyzetet ígérgetünk, azt mondjuk, hogy Uram, ha csak ezt nem tudom megadnád, akkor soha többet nem fogok kételkedni, meg ilyennek kell küzdeni, akkor lehet, hogy nem jól mérjük föl a helyzetet, meg saját magunkat. Megkapta, tehát ez egy tényleg a csoda megtörtént, Izsák megszületett, de itt újabb, hát ilyen nehéz dolgok jönnek. Tehát az, hogy Isten ígérete beteljesüljön, elég lassan ment. Sára így halt meg. Erről szól ez a fejezet. Ő úgy halt meg, hogy egyedül annyit látott ebből az ígéretből, hogy van Izsák. Ez nem semmi, tehát ez nem egy elhanyagolható dolog, viszont a többi dolog már megint lassan megy. Azt mondja,
a zsidókhoz írt levél, 11, az előző igerésznek a folytatása, 11-13-tól, figyeljetek, hallgassátok, hitben haltak meg ezek mind, és ezt róluk mondja, anélkül, hogy beteljesültek volna rajtuk az ígéretek. Csak távolról látták és üdvözölték azokat, és vallást tettek arról, hogy idegenek és jövevények a földön. Mert akik így beszélnek, jelét adják annak, hogy hazát keresnek. És ha arra a hazára gondoltak volna, amiből kijöttek, lett volna alkalmuk visszatérni. Így azonban jobb után vágyakoztak, mégpedig mennyei után. Ezért nem szégyelli az Isten, hogy őt Istenüknek nevezzék, mert számukra várost készített. Azt mondja ez az igerész, hogy ők hitben haltak meg. Különösen Sára úgy halt meg, hogy nagyon sok a reménységéből az úgy ott maradt, és Isten ígéretei túlélték őt. Viszont, tehát ez elsőre egy elég rosszul hangzó gondolat lehet, hogy húha, reménykedsz és semmi, és ez a vége. De ha még jobban átgondoljuk, meg elolvassuk ezt az igét, akkor ez igazából egy bátorító dolog, hogy igen, rajtuk nem teljesültek be az ígéretek, vagy rajta nem teljesült be, távolról látta és üdvözölte azokat, és vallást tett arra, hogy idegen és jövevény ezen a földön. Nem tudom, szoktatok-e így gondolni magatokra. Mondja ezt az ige, hogy mi a mennynek az állampolgárai vagyunk. Van egy ilyen identitásunk. Hát gyakran szerintem meg tudunk erről feledkezni, hogy mi tulajdonképpen oda tartozunk Istenhez. A mennynek az állampolgárai vagyunk. És most itt vagyunk egy valamennyi ideig a földön, de ez a helyes megközelítés, hogy mi itt valójában idegenek és jövevények vagyunk, és a hazánk felé tartunk. Ezzel a megközelítéssel teljesen más kontextusba helyeződik ez az egész probléma, hogy már megint, amit Isten ígér, az mikor jön el. Ez egy teljesen más megvilágításba helyezi ezt a küzdelmet. Ez volt a Sára életének az összefoglalása, ez a néhány dolog, amit így felhoztunk. És most beszéljünk arról, hogy Ábrahám hogyan vásárolta meg ezt a földterületet. Miért kellett venni a földet? Ugye azért, mert a felesége meghalt, és még mindig nem birtokolt semennyit abból a földből, amit Isten megígért. Ott egy ilyen jövevényként így mászkált, de nem az övé volt, és ahhoz, hogy el tudja temetni Sárát, még ahhoz is neki meg kellett vegyen egy föld részt. Földrészt, nem. Ázsiát megvette. Most föltehetjük a kérdést, hogy hol van a nagy nép? Hol van az áldás, meg a megszámáltatlan utazat? Már Sára is meghal. Mennyit látunk ebből vissza? Igen, Izsák van, de most megint lassan mennek a dolgok. És hadd hozzam ide még egyszer, csak hallgassátok, amit az előbb felolvastam. Nem tudok jobban elmagyarázni, mint hogy még egyszer felolvasom. Hitben haltak meg ezek mind, anélkül, hogy beteljesültek volna rajtuk az ígéretek. Csak távolról látták és üdvözölték azokat, és vallást tettek arról, hogy idegenek és jövevények a földön. Most én azt gondolom, egy nap ezt mi teljesen fogjuk érteni. Most úgy ennek megvan a küzdelme. Az elfoglalt életünkben nehezen férnek bele ezek a gondolatok. De ha megállunk, meg van kis ilyen világosságunk Istentől, akkor ezek nagyon komoly és fontos gondolatok. Hogy végül is mi hogy gondolkozunk saját magunkról, meg arról, hogy mi valósul meg az életünkben, és mi nem. Ábrahám elkezd tárgyalni erről a föld területről, és ingyen oda akarják neki adni. És mégis fizet érte, így olvastuk el ezt a történetet. Kétszer is kiemeli az ige, hogy Kánaán földjén temette el Sárát. Miért fontos ez? Miért volt neki fontos ez? Ugye Isten megígérte nekik az ígéret földjét, a Kánaánt. Ő pedig azzal, hogy ezt tette, tulajdonképpen előre gondolt, és valójában elhitte Isten ígéretét.
Kánaán földjére temette el Sárát. Ő nem látta a jövőt. Ha tudott volna előre lapozni a Bibliában, akkor tudta volna, hogy ide fogják temetni Ábrahámot, Izsákot, tehát őt is, Izsákot is, Jákobot is, Rebekát is, Leát is, és azt, hogy József, amikor Egyiptomba meghalt, úgy rendelkezett, hogy vigyék vissza a csontjait ide. Ezt ő nem tudta, ő csak ezt hitbe meghozta, ezt a döntést. Ott temeti el Sárát a Kánaán földjén, megvásárolja ezt a földterületet. Én azt gondolom, hogy ő hitt abban, hogy az utódai itt fognak élni. És ez tényleg csodálatos. Ő hitt ebbe, hogy amit Isten megígért, az tényleg úgy lesz. És mondja is korábban a Biblia, hogy ő hitt Istennek, és Isten ezért igaznak fogadta el őt. Neki ért ennyit ez a föld. Összehasonlítottam ezt a 400 ezüst sekelt, vagy ezüst pénzt, hogy ez vajon mennyire is lehet nagy. A Jeremiás könyvében olvasunk olyat, hogy Jeremiás 32-ben, hogy Jeremiás vette egy föld területet 17 ezüstért. Ez pedig 400. Dávid, amikor a templom, a jeruzsálemi templomnak a területét megvette, az volt 50 ezüst, tehát 8-szor annyit fizetett Ábrahám ezért a területért, amin volt a Sára sírja, mint Dávid a jeruzsálemi templom építésére most, vagy a földterület megvételére. Tudom, hogy hosszú időt eltelt, tehát ez világos. Mondjuk nem hiszem, hogy csináltak olyat, mint Romániában, hogy a pénzről levettek nem tudom hány nullát a végéről, és tehát, hogy ilyen nem történhetett. Viszonyításképpen mondom, hogy sokat fizetett ezért. Na most, miért volt ez fontos? Valószínűleg, hogyha ingyen kapja meg, akkor miután meghal, akkor a viszonyok tisztázatlanok lettek volna, hogy az kié is. Így, hogy megvette, így az övé is lesz, és mi már tudjuk, hogy sok rokona ide került az ígéret földjére. Én azt gondolom, hogy Ábrahámnak ez a cselekedete a hitét mutatja. Tehát ő ezt azzal a tudattal csinált, hogy elhitte Isten ígéretét. Isten elhívta őket, és tulajdonképpen nekik az életük körül a föld körül forgott, hogy ezt Isten megígérte, és igen, picit lassan történik, de történik, és így lesz. Ők ezen a földön éltek és haltak. Ebbe bízott, ez volt a mindene. És Isten ígéretei túléltek őket, túlélték őket, különösen Sárát. Most hozzá lehet tenni, most Ábrahám szintén még nem tudta a következő fejezetet, hogy Izsák meg fog házasodni. Ő ott volt, hogy Sára is meghalt, most igen, már van egy terület, szép lassan történik a dolgok, és a hitét mutatja be ezzel a cselekedetével. Ha össze kell így foglalni, hogy mit mondhatunk el Ábrahám és Sára életére, vagy most így főleg Sára kontextusában, nézzétek meg, hogy Isten elhívta őket, elmentek, engedelmeskedtek. Lehet, hogy hibáztak, lehet, hogy nevettek, Ábrahám hazudott, Sára nagyon rosszat talált ki, és ugye ekkor született Izmael. Nagyon sok hibájuk volt, nagyon sok, hát nem pozitív dolgot is olvasunk róluk. Viszont hittek. És a hitük miatt Isten elfogadta őket. Ebben mintha benne lenne az evangélium. Ha a Biblia tele lenne olyan mintákkal, akik hiba nélküliek, lehet, hogy nem tudnánk nagyon mit kezdeni vele. Nem tudnánk így azonosulni, mert azt mondjuk, igen, a Bibliában vannak a tökéletes emberek, mi meg vagyunk a bűnösök. Viszont a Biblia ennél őszintébb, és elég világosan elénk tárja az embereknek a gyengeségét és a hibáját. És ha csak most kettő emberről van szó, Ábrahám és Sára, annyi hiba fölhalmozódik, és elég komolyak, hogy komoly tényként vehetjük azt figyelembe, hogy mivel ők hittek, ezért Isten igaznak fogadta el őket. Ez nagyon nagy dolog. Na most én hiszem azt, hogy ugye mi is hiszünk az evangéliumban, mégis újra és újra át kell ezt éljük. Nem tudom, hogy így gondolsz-e magadra, hogy mivel te hiszel, ezért Isten előtt elfogadható és igaz vagy. Ha ez hihetetlenül hangzik, akkor olvasd el Pálnak a leveleit az Új Szövetségben. Nagyon tisztán ezt így elmondja, hogy van egy igazságunk Istentől, amit nem a cselekedeteinkért kapunk.
hanem a hitünk miatt, a kegyelemből. Mondhatjuk azt is, hogy ugye hittek, és a hitük miatt Isten elfogadta őket, és a messiás később az ő bűnüket is elhordozta. Ez ugye az evangélium még messziről nézve, mi már visszafele nézünk ugye Jézusnak a kereszthalálára és a feltámadására. Tehát Ábrahám cselekedete ezt a hitét mutatja, és tényleg nincs a Bibliában egy álomszerű, ideális kép se az Isten szentjeiről, se a szolgálatról, meg az Istennel járásról. Hanem én azt gondolom, hogy a Biblia ennek teljesen érthetően bemutatja a küzdelmeit. Hogy ez időnként nagyon komoly hitpróbákkal jár. Mindannyiunknak vannak elbukásai, hogy ezeknek az embereknek is voltak, viszont a hitünk Isten segítségével győzhet ezek fölött. Szeretnék kiemelni egy nagyon fontos dolgot, amit szerintem így ehhez az összegzéshez egy nagyon idevaló gondolat. Ez pedig az, hogy könnyű ránézni Sára életére utólag, és azt mondani, hogy miért nem hitt. Mi nem benne vagyunk, hanem messziről nézzük utólag, és azt mondjuk, hogy miért nem hitt. Lehet, hogy a te életedre is könnyű lesz ránézni a végén, és azt mondani, miért nem harcoltad meg a hitednek a harcát. Utólag sokkal tisztább minden. Benne lenni ilyen helyzetekben nehéz. Az, hogy ígért valamit Isten, és keveset látok, és küszködök a hitemmel, az egy komoly nehézség, komoly probléma tud lenni. Amikor az ember távolabb lép, kettőt, hátrébb, és úgy nézi, vagy mondjuk valakinek az élete végén nézi, egy teljesen más nézőpontot kap. Egy olyan helyzet, vagy hitharc közepén lenni remény nélkül összezavarodva, az egy tényleg súlyos és nehéz dolog tud lenni. Senkinek nincs a kisújjában a győzelem ezekben a harcokban, mindenki a térdén tudja megnyerni ezeket a csatákat. És lassan így a végéhez érkezünk, pár dolgot szeretnék még megosztani. Sára életét és ennek a problémáit meg lehet nézni az ő szemszögéből, ahogy ő megélte, és meg lehet nézni Isten szemszögéből. És a kettő között nagy különbség van. Azért akarom ezt elmondani, hogy kapjunk reményt és erőt, hogy amikor mi átmegyünk a nehézségeinken, akkor legyen egy örökkévaló látásmódunk, ahogy erre ránézünk. Mi tanulhatunk ebből? Abból, hogy Sára életének nehézségét és a problémáit lehet nézni úgy, hogy ő hogy élte meg, és lehet nézni úgy, hogy Isten szemszögéből ez hogy nézett ki. A saját életünkkel kapcsolatban is hozhatunk döntést. Mondhatjuk azt, hogy nézhetjük a saját korlátoltságunk szempontjából az életünket, vagy az elkeserítő körülményeink szempontjából, vagy nézhetjük Isten szempontjából. És a kettő különbözik. A Biblia azt mondja, hogy Isten mindent a javunkra munkál. Ezt úgy szoktam elképzelni, Isten a tökéletes rendező, így minden szálat egybe tart a háttérben, hihetetlen, fölfoghatatlan módon, tehát, hogy így mindenre figyel, semmi nem kerül a figyelmét, és mindent úgy alakít, hogy a javunkra legyen, ez így megvan ígérve. És így zárásként az utolsó ilyen, fő gondolat az lesz, amit mondtam, hogy mit tanulhatunk ebből, hogy mi is választhatjuk a hitet és az örökkévaló látásmódot a nehézségeinkben. Mi dönthetünk így, vagy úgy. Azt elmondom, hogy tehát a hitetlen gondolatokat a könnyebb engedni. Tehát az úgy jön magától, a hitért időnként meg kell harcolni. Mi az az örökkévaló látásmód? Néha gondolkozok azon, hogy a mennyből nézve, milyen az életem, milyen az életünk. Onnan hogy nézne ki? Vagy hogyha most véget érne, és Istennél lennék, akkor hogy gondolnék az életemre? Mit tartanék benne értékesnek, és mit nem? Mik azok a dolgok, amiben mondjuk nagyon sok erőfeszítést raktam, és nem volt sok értelme, de nem vettem észre, hogy az túlságosan így elfoglalja az életem.
Ezek a, mondjuk így, hogy hithősök, ezeknek volt örökké való látás mondjuk Istentől, és ezért tudtak kitartani. Én nekem emlékszem, hogy volt egy olyan időszak az életemben, amikor valahogy így Isten nagyon megmutatta nekem ezt, a mennynek a valóságát. És olyan, tényleg annyira valóságos volt, hogy ez teljesen befolyásolta az életemet. Nem csak egy elmélet volt, hogy igen, igen, hanem elkezdtem máshogy nézni a saját életemre, és máshogy is élni azt. És én úgy gondolom, hogy nekünk összességében nem több információra van szükségünk erről. Mert ki ne hinne abba, hogy van menny. Ki ne hinne abba, hogy örökkivaló, nem tudom, szempont az van, meg nem tudom, az egy jó látás. Ebben mindenki hisz. Viszont én hiszem, hogy arra van szükség, hogy a Szentlélek valahogy kijelentse nekünk ennek a valódiságát. És hogy tényleg őszintén higgyünk. És merjünk olyan döntéseket hozni, ami ezen alapul. Hallottam egyszer egy olyan történetet, hogy lefordították a Bibliát egy ilyen benszülött törzsnek a nyelvére, és azt a szót, hogy hit, olyan szóval adták vissza, mint amikor ki van feszítve két fa közé egy ilyen, hogy mondják, az hinta ágy, és valaki úgy bele süpped, hogy a teljes súlyát rárakja. És ugyanezt a szót használták arra, hogy leírják a hitet. És szerintem ez sokat elmond, mert lehet, hogy sokszor mi mondjuk úgy próbálunk hinni, hogy a fél lábunk az azért kimarad. Jó, hát a súlyomnak az egyik részével így merek, vagy azzal is félig, másik fele az azért biztonságból így megtartom, hogy azért vész esetén legyen, ne legyen nagy baj. Most én azt gondolom, hogy ezek az emberek ugye hibáztak egy csomót, de hittek, és végül tényleg az életükkel kapcsolatban meghoztak olyan döntéseket, ami egy ilyen hintaágyas döntés volt. Belerakták a súlyukat, ott hagyták az ismert világukat, ott hagyták a rokonaikat, mindent, ami nekik a megszokott volt és a kényelmes. Mindent elhagytak. És elmentek, és egy új életet kezdtek. Miért? Mert Isten ezt mondta, és ez nekik elég volt. Nagyon, nagyon sokat lehet ebből tanulni, és mondom, különösen ebből, hogy és nem azt látjuk, hogy és tökéletesek voltak, és ehhez mi soha nem érhetünk föl, mert a kegyelem által mindannyian fölérhetünk ehhez. Én hiszem azt, hogy ha örökkévaló látásmóddal vagyunk, akkor lehet, hogy olyan döntéseket is hozunk, ami csak földi szemmel nézve érthetetlen. Teljesen nem érthető, és lehet, hogy ránéznek emberek, és azt mondják, hogy ez milyen dolog, de nem mindegy, hogy valaki számításba veszi az örökkévalóságot, vagy nem. A Pál azt mondja, hogy ha nincsen feltámadás, akkor mi minden embernél nyomorultabbak vagyunk. Minden, hát ha a reménységünk nem jön be, ha ez nem igaz, akkor minden emberre nyomorultabbak vagyunk. Az én kérdésem az, hogy nem túl sok olyan keresztény van, aki, hogyha nincs feltámadás, akkor sincs baj. Az nem nyomorult, hanem teljesen fél lába vagy mindkét lába len van. És nem merte meghozni azokat a döntéseket Isten hívásával kapcsolatban, amit kapott. Na most rajtunk se teljesedett be még Isten minden ígérete. Hát minden ígérete biztos, hogy nem teljesed, de lehet, hogy vannak, amik igen, vannak, amik nem. Hitben várjuk őket. Nem mindegy, hogy ezt hogy tesszük. Nem mindegy, hogy milyen hozzáállással, milyen szívvel. Tegyük föl a kérdést, hogy mit tanulhatunk Sára életéből? Mit vonhatunk le? Azt, hogy amit Isten mond, ahhoz lehet ragaszkodni. Akkor is, hogyha teljesen ilyen, azt a szót használom, hogy abszurdnak tűnik, vagy lehetetlenek tűnik, sőt, most még egyet tovább viszem, akkor is, ha az idő nem Istent igazolja. Igaz? Megígérte Sárának, Ábrahámnak és Sárának a gyereket, de uram, már egy év eltelt, nem baj, még 24 elfog. És lehet, hogy mikor jön be az a gondolat, hogy na jó, uram, beszélgessünk picit. Tudod, volt az a dolog, amit úgy fölhoztál régen, ez így mikor? És tudjátok, ha nincs ebbe egy kitartó hit, tehát nagyon, nagyon könnyű ilyenkor így eltéríteni minket a hitnek az útjáról, mert lehet, tehát szerintem nekik is ez egy fájdalmas dolog lehetett,
és nem teljesedik be, és várni kell, ez egy ilyen őrítő küzdelem is tud lenni. Mi van akkor, hogyha az idő se Istent igazolja? Mert ők végül Istent igazolta, de sokáig nem. És eszembe jutott az Édenkertben, tudjátok, azt mondja, ha esztek a gyümölcsből, meg fogtok halni. Esznek, és végül is nem haltak meg. Ahogy valószínűleg úgy, ahogy ők gondolták, hát életben jön. Micsoda? Akkor engedetlenek voltunk, és nem is lett igaz, amit Isten mondott. Hát az idő se Istent igazolja. És lesznek, meg lehetnek ilyen helyzetek, amikor összezavarodunk, mert azt mondjuk, hogy az idő, mintha nem Istennek dolgozna, hanem ellene. Na most azért fontos, hogy ezeket nem szabad elhinni, mert Isten útjai végül mindig beigazolódnak, csak ő nem a mi léptékeink szerint él és gondolkozik. Tehát Isten pontosan tudta, hogy mit és hogyan akar csinálni. Neki ez nem volt kérdés. Egy kis bepillantást hadd adjak, hogy a 15-13-ban, tehát még az elején, mond egy olyat Ábrahámnak, hogy és majd lesz egy fogság egy idegen népnél, az egyiptomira gondol. Tehát, hogy Isten már ilyenkor így előre tudta, meg kigondolta, hogy lesz majd egyiptomi fogság, és hogy az, hogy akkor ő nagyon kézben tart mindent. A küzdelmünk erről szól, hogy amikor a helyzeteink mondjuk nem változnak, vagy nem változnak olyan ütemben, mint mi akarjuk, akkor hogy reagálunk? A legkönnyebb azt gondolni, hogy igen, azt tanultam meg, hogy Isten jó, és hogy Isten, nem tudom, mindent, amit tudunk róla, de a tapasztalataim azt mutatják, hogy mi van, ha ez nem igaz. És mit csinálunk ezzel? Hogy elvileg tudunk dolgokat a fejünkben Istenről, és a tapasztalatainkat nehezen egyeztetjük össze, és lehet, hogy ők is átmentek ezen. Isten mond ilyen dolgokat, és nem is úgy van. Na most ezt hogy kell kezelni? És hát nagy időtartalmakról beszélünk. Egyszer hallottam egy embert arról mesélni, hogy hogyan imádkozik a nem hívő szüleiért. Azt mondja, akkor még épp új keresztény voltam, nem olyan régóta voltam keresztény, mikor ezt hallottam, és akkor azt mondja, apukámért imádkoztam 20 évig, te jó ég, akkor még nem is éltem annyit, nagyon jó, azt mondja, 15 év után megtért. Majdnem elszédültem, hogy hallottam ezeket, hogy annyi ideig imádkozni egy dologért, és utána azt mondja, anyukámért 20 éve imádkozok, és még nem tért meg, de kitartok. És hallom, így emlékszem erre az érzésre, hogy én így, ha fél év után, nem tudom, nincs változás valamiben, akkor már összekavarodnak a gondolataim. Ami nagyon fontos, hogy nekünk hinnünk kell azokba a dolgokba, amit Isten elmondott, akkor is, hogyha ezek a megtapasztalásaink mást mutatnak. Tehát az, hogyha ilyeneken megyünk át, nem azt jelenti, hogy Isten nem jó, hanem, tehát nem azt kell kidobni, hanem még ha nehéz is, hogy ezt hogyan rakjuk össze a kettőt, de meg kell, tehát én hiszem, hogy az a jó út, hogy megtartjuk a hitet, és meg fogjuk látni idővel, hogy ez a jó út. Ők is meglátták. Szokták ezt így mondani, hogy bármilyen dolog, ami éri az életedet, az átment, de bár most a te értelmezésedben rossz dolog, ami éri az életedet, átment Isten szűrőjén. Nem véletlenül történik, nem elfelejtett, nem figyel rád Isten, hanem ha most egy ilyen helyzet van, és imádkozol, és még nem oldódik meg, akkor Isten most így döntött, imádkozz tovább, de ne azt a gondolatot enged, hogy ja, és ő nem figyel, elhagyott, és nem is törődik, mert én úgy érzem. Ezért mondom, hogy a mi értelmezésünk meg Istené eléggé el tud térni. Nagyon különböző lehet, hogy mi így látunk egy helyzetet, a mennybe máshogy fogjuk látni. Bárcsak több lenne ebből a szívünkbe, a lelkünkbe, hogy egy örökkivaló látással tudnánk nézni a saját életünket. Szóval a nehézségeink ne vigyenek minket arra, hogy kizárjuk és ne engedjük be Istent, hanem arra vigyenek, hogy megtaláljuk őt a nehézségeinkben. De most hadd mondjak el egy személyes dolgot. Volt az életemnek egy nagyon nehéz időszaka, amikor hát emlékszem arra, hogy imádkoztam azért, hogy Isten változtassa meg ezt a helyzetet, mert iszonyatosan rossz. És azt kívántam, hogy bárcsak lenne egy gomb, amit így meg tudsz nyomni, és akkor ez a
nem tudom, szenvedés megsemmisítő gomb, tadám, és akkor hirtelen vége a helyzetnek, megnyomtuk a gombot. Na most nem volt ilyen gomb, meg nincs is. Isten átengedett nagyon nehéz helyzeteken, és most, ha ma azt mondaná nekem valaki, hogy visszavisz az időben, és kettő gombom lenne. Az egyik az, hogy milyen szenvedés megsemmisítés, és egyből minden megoldódik. A másik az, hogy így, hogy már tudom, mind mentem át, újra választanám-e. És akkor melyiket nyomnám? És most higgyétek el, hogy nem túlzok, és őszinte vagyok, azt választanám, hogy újra át szeretnék menni rajta. Nem azért, mert jó volt, hanem azért, mert olyan kincseket hozott ki belőle Isten, és olyan növekedés volt benne, amit semmihez nem tudok hasonlítani. Amennyit változtam ebben, és amennyi új dolgot megértettem Istenből, ez nem cserélném föl semmire, és semmilyen könnyű életre. És ezért mondom azt, hogy új perspektívából kell nézni a saját nehézségeinket. Ugye vannak olyan keresztény irányzatok, amik szinte azt mondják, hogy semmilyen szenvedés vagy fájdalom nem lehet Isten akarat, hogy érje az embert. Én inkább úgy látom ezt, hogy igen, van, amikor Isten megszabadít ezekből, és van, amikor fogja a kezünket, és átkísér rajta, és sokat lehet tanulni, és sokat tud mélyülni a hitünk. Hadd bátorítsalak titeket arra, hogyha esetleg úgy érzed, hogy nagyon kicsi, vagy nagyon kevés a reményed, nem tudod, hogy fogod tovább bírni így a hitedet fenntartani, hogy csak vesd a bizalmadat az Úrba. Ahogyan énekeltük ezt, hogy bízzál Istenbe, bízzál én lelkem. Tényleg, ez, én hiszem, hogy ma este ennek az ideje van, hogy megerősítsük a bizalmunkat Istenben, bármilyen helyzetben vagyunk, vagy bármilyen dolog keserít el minket, gondoljatok Sárára, és hadd bátorítsalak arra is titeket, hogy meg kell éljük az örökké valóságnak a tényét, mert csak így tudunk hitbeli lépéseket megtenni. Tudhatod te fejből az egész Bibliát, lehet, hogy szuper okos vagy, minden igeverset tudsz, de ha ez nem válik egy megélt igazságá, akkor nem sok hasznod lesz belőle. Tehát nem arra van szükségünk, hogy mint a jó vasárnapi iskolás gyerekek, tudjunk minden választ Istenről, Jézusról. Jó dolog tudni, jó dolog a tudás, Isten szeretne nekünk ismeretet átadni, viszont nagyon fontos, mert itt jönnek, hogy ezeket a helyzeteket hogy kezeljük, nagyon fontos, hogy ebbe be tudjuk építeni, hogy hogyan harcoljuk meg a hitünket Isten szerint. És így zárásként hadd mondjam azt, hogy én hiszem azt, hogy ezekből az időszakokból, vagy ezekben az időszakokban Isten kegyelme az, ami visszahoz minket. Van egy, van egy olyan dolog, hogy az ember megtér, megbánja a bűneit, viszont én sokszor láttam azt, hogy az emberek nem egy jó módon teszik ezt, hanem inkább ostorozzák saját magukat, és a bűntudatukkal így lenyomják magukat. Én hiszem azt, hogy amikor mi így oda megyünk Isten elé az elrontott dolgaink után, vagy a hitetlenségünk, vagy a reményvesztettségünk után, ő kegyelemmel jön, ahogy mondtuk az elején Sáránál. Ő jön, így üldöz a kegyelemmel, hogy megint jót kapsz. De hát rosszat csináltam. Igen, de jót kapsz. De miért? Hát nem is érdemlem. Igen, ez pont erről szól. Tehát vagy Jézusban reménykedjünk, vagy semmi másban. Tehát hogy más igazságunk nincsen. Na most, ahogy nem sokára mindjárt imádkozunk és dicsőítünk, hadd legyen ez egy olyan idő, hogy engedjük Isten kegyelmének, hogy közel jöjjön hozzánk. Én engem tényleg most csak így tudom mondani, hogy sokszor húzott ki Isten kegyelmi helyzetekből. Bejövök, és csak megy a dicsőítés, és mintha így átmosna azt az ellenállást, ami van bennem, így kiviszi egyszerűen, mert Isten olyan kegyelmes, és ez a jósága megtöri az ellenállást. Az, hogy nekem, nem tudom, hogy ostorozzam magam, vagy bűntudatot gerjesszem föl, az nem mindig vezet előre. Még egyszer mondom, nem az őszinte megtérést akarom minimalizálni, az egy fontos és jó dolog. Viszont
Viszont Isten kegyelemben áll hozzánk, és ez tud megtörni minket, ez tud előrevinni, és ez tud helyreállítani minket abban, hogy örökkévaló látásmóddal nézzük az életünket. Ahogy följön a dicsőítő csapat, és imádkozni fogok, hadd bátorítsalak arra titeket, hogyha van valaki, akit megszólított az ige, ja igen, te vagy a dicsőítő csapat. Sokat próbáltak együtt. A gitár meg ő. Igen. Szóval hadd bátorítsalak arra. Én azt gondolom, hogy ilyenkor, mikor így Isten igéje szól hozzánk, akkor időnként szükség van döntésekre. Hogy azt mondjuk, hogy igen, Uram, eddig én passzív voltam, nem engedtem neked, hogy hassál rám. Most azt mondom, hogy bízzál lelkem Istenben. És igen, általában nem csinálunk semmit, akkor az úgy hirtelen már nem bízunk Istenbe. Tehát ebből bele kell rakni valamennyi erőfeszítést, hogy mit, kicsit furcsa dolog ez, Dávid is azt mondja, hogy bízzál lelkem Istenben, így magához beszél, vagy a lelkéhez beszél, de mindenki tudja, hogy ez tényleg így megy, és ez még nem skizofrén állapot, hanem tényleg egyszerűen saját magunkat rá kell venni arra, hogy igen, menjünk oda Isten elé, és ő helyre fog állítani. Én hiszem, hogyha oda menjünk Isten elé, helyre fog állítani minket, helyre fog állítani titeket. Feladtad a reményedet, vagy bűnt követtél el, Isten jön és helyre akar állítani. Üldöz a kegyelmével, és fantasztikusan kijön ebben a jósága. Isten oda akar jönni hozzád, és el akarja ismételni az áldásait neked, mert ő ennyire jó, és újra oda akar jönni ezeket az áldásokat, amiből kiestél. Imádkozzunk. Uram, köszönjük neked azt, hogy te tényleg egy helyreállító Isten vagy, és hogy megnézhettük Sárának az életét, és azt, hogy tényleg olyan, mint mi, olyan esetlen és bűnös, és mégis hívő, és ezáltal elfogadott, mint mi is vagyunk. Köszönjük ezt a reményt, és köszönjük azt, hogy láthatjuk, hogy ez ő hitük kitartott, és mi ma csak ezt az egy döntést szeretnénk meghozni, hogy kitart a hitünk, hogy ezt beléd vetjük, téged akarunk követni. Uram, mi sok hamis dologba vetettük már a reményedet, de azt mondja az igét, hogy aki benned bízik, az nem szégyenül meg. És mi ebbe tényleg hiszünk. És azt kérjük, hogy ahogy most dicsőítünk, emeld fel a lelkünket, hogy tényleg összekapcsolódjon a tiéddel, és szabad legyen a szívünk arra, hogy valahogy így fölülemelkedjünk azon, ami mindig lehúz minket, és merjünk örülni a te jelenlétedbe annak, hogy te jó vagy. Köszönjük, hogy te ilyen vagy. Jössz és megáldasz minket. Köszönjük neked az Úr Jézus nevében. Amen. Még az Úrnak, mikor a nehéz idők elmúlnak, miért csüggetsz lelkem? Miért csüggetsz én Isten, én lelkem,
hiszel lelkem Istenben. Hiszen hálát adsz még az Úrnak, mikor a nehéz idők elmúlnak. Hiszen hálát adsz még az Úrnak, mikor a gondjaid elfutnak. Hiszen hálát adsz még az Úrnak, mikor az igazak még szabadulnak. Bízzál lelkem Istenben. Bízzál lelkem Istenben. Istenem, így állunk előtted, szeretnénk benned bízni. Szeretnénk rád bízni a mi életünket. Annyira sok minden dolog történik az életünkben, Istenem, és csak szeretnénk a te kezedbe lakni az irányítást. Szeretnénk megállni mellötted, és szeretnénk azt mondani, hogy igen, rád bízzuk az életünket, rád bízzuk a jövőnket, amit nem ismerünk, de te kezedben a legjobb helyen van. Istenem, gyere és változtasd meg az életünket, kezd velem, változtasd meg az életemet, abban, ahogy nézek a jövőmre, ahogy nézek rád, ahogy megismerlek téged, Istenem, mert igen, bízhatok benned. Hások vagyunk ezért ma estéért, és megáldottad, és itt voltál közöttünk. Jézus nevében. Amen. Amen. Isten áldjon titeket, maradjatok még közösségbe, és hadd bátorítsak titeket, hogy imádkozzatok a hétestért, mert hiszem, hogy nagyon jó dolgokat készít Isten. És itt vagyunk elől imádkozni, hogyha valakinek esetleg imádságra van szüksége, az adakozó dobozaink ott a szélén, és maradjatok közösségben. Sziasztok! From knowing